Történelmi mérkőzés vár a Sepsiszentgyörgy és Sepsi OSK csapatára július 22-én, kedden, Ploiesten. Az Ilie One stadionban a háromszékiek a bukaresti Fecse CB legyőzése esetén nem csak a román kupát hódíthatják el, hanem a nemzetközi kupa szereplés jogát is kivívhatják. Kevesebb mint egy hét van hátra a román kupa döntőjéig, amelybe alig 10 éves történelme során először bejutott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK is. Ellenfele a bukaresti Fecse CB lesz, amelynek jogelődje a Steaua 22 alkalommal nyerte el a trófeát. Egy mérkőzés van a döntő, rám lehet tudni, biztos, hogy nem vagyunk favoritok, hiszen nem felejtsük, hogy a Fecse CB-vel játszunk. Nem vagyunk favoritok, de úgy, ahogy mondtam, egy mérkőzés van, és én reménykedek, bízok a fiúkba, és miért ne írjunk továbbra is történelmet. A Sepsi OSK tulajdonosa Diószegi László korábban felvetette, hogy a kupagyőzelemért járó prémiumot teljes mértékben a labdarúgók között osztanák szét. Egy nagy esélyünk van, mert csak egy meccs a döntő, egy meccsen bármi történhet, és szerintem mindegyik játékosnak nagyon nagy dolog lenne, hogy egy román kupát nyerjen. A Sepsi OSK és a Fecse CB július 22-én este 8 órától kezdődően csap össze a román kupa döntőjében, a ploiesti Ilie One stadionban. A mérkőzést nézők nélkül játsszák.